Na sziasztok gyerekek, és üdvözlök minden egyes kedves nézőt a következő EA FC beta nevezetű, mobilos beta nevezetű videónkban, amiben pakkokat szeretnék nyitogatni ide-oda, hát ha valami kis vérfrissítést a klubunkba fel tudnánk hozni, vagy eladni egy-két dolgot, tehát valami nagyot nyitni. Lessünk rá a klubra először is, hogy miket sikerült eddig beszereznünk, ma azért már alakult egy kicsit a keret. Például 91-es Mbappé, 91-es De Bruyne, de ott van még Marquinhos 88, Bruno Dias, vagy Ruben Dias 88, Donnarumma 88, João Cancelónk is van 86-tal egyébként, és még van egy-két játékos, jó lenne egy jó CM-et nyitni, egy left wing, right wingot nagyon jó lenne még nyitni, amúgy meg a többi részsel a csapatban úgy, ahogy, de meg vagyok elégedve. Meg még van 3,6 millió coinunk, de szerintem rá kellene néznünk akkor, hogy miket tudunk most jelenleg nyitni. Tudunk nyitni FC pointból 3000 pont, én ezt szeretném nyitogatni inkább, hiszen hiába van ez az Attack Player Pack, de ez olyan, hogy 52-91-ig beadhatja bár, meg csak támadókat adhat, ami megint szép, jó lenne egy olyan Neymart behúzni, vagy egy Salát, vagy valamit. De ez az a baj, ugye jöhetnek a szilverek, ami nem jó, és az 500 FIFA pontot kell érte adnunk. Még 85 pluszos pakkunk is van, 3000-ért, ebből tudunk nyitni egész pontosan 6-ot? Igen. Igen, annyit tudunk sajnos nyitni, 100 hiány nem tudunk nyitni 7-et, de 6 darabot ebből ki tudunk nyitni. És utána elnézést az értesítésekért, utána pedig akár tudunk nyitni majd gemekből, de szerintem el kellene nyitnunk először is a FIFA pontunkat, szóval egyenként szerintem nyithatjuk. 300 ezer coin minden egyes nyitás, tehát 6x3 az 1.800.000 lesz majd a coinunk pluszban, meg még a játékosok, amik közül vannak itt azért elég komolyak. Van Dijk is jól jönne. Lenne itt, akit megnézzék, na mindegy, kezdjük. Még nem hiszem, hogy a magyar YouTube-on láttatok pack opening-es videókat nagyon sűrjen, szóval remélem, hogy én leszek az egyik első, aki a legnagyobbat húzza. Na nézzük. Fejlődő Depay, vagy az mi az a jel ottan? Az jó kérdés. 86-os Depay, nem 85, szóval ez már egy winnek számíthat. Na, de nem az annyira. Nyilván nem kezdőszintű játékos, ő pedig már megvan, Fabinho. Eddig 286-os, hát nem a legrosszabb, de nem is a legjobb nyitások. És, na, ez jó. Bernardo Silva, az egy jó nyitás. Még nincs ilyen felállásom, hogy szamot be tudjak tenni. Inkább eladom egyelőre. Már volt egy, amúgy, ha 4,5 millió coin, az big win. Vinicius Junior, viszont az már egy dupla V, az egy dupla V. Jó, oké. És még maradt 2 darab kinyitása váró csomagunk, amiben nem más lesz, mint egy Alisson, de hát ez elég jó, hogy nagy érték, de a értékelése nagy, de az ára nem, de utolsóban majd valami erő is fog lapulni, én érzem. Son, az jó. Az mondjuk tényleg jó, hogy Sony. Azt mindig szerettem, a Sonyt. Jó, akkor szerintem azt az Attackra menjünk rá. Tudunk 5-öt nyitni? Az mit akar? De várjám, azt mondták, van valami kedvezmény, nem? Jó, hogy ez kedvezményes, elbocsássál meg. Mindegy, most először elnyitunk egyet, hát hátabb ad valamit. Hát igen, ettől féltem, hogy egy 64-es estét fogunk kapni belőle, ami nem túl jó, de legalább coin tudjuk vele farmolni. Nézzünk 5 darabot egyszerre. Hát eddig leves, eddig nagyon leves, eddig még levesebb. És egy 71-es lett a legjobb értékelésű. Akkor még lenyitunk 4-et ebből 5000-ért. Nézzük meg, hogy hát ez ad valamit. Coin, jó, ugye egy nagyon szar, még egy fos, egy húgy szar. Milik 81, de hát ez nekünk sehova nem jó. Jó, és szerintem nyitunk még 4 darab basic-et. Hát ha ebből ad valamit utit. Ugye 600 ezer coin, vagy az 320, bocsássatok meg. Jó, ez eddig nem jó. Hát ez nagyon gyenge megint. Ez nagyon-nagyon gyenge megint.
De még tudunk nyitni egy darabot ebből. Nem érte meg. Meg még tudunk nyitni akár... Hát nyitunk még ötöt. Nyitunk még ötöt. Ebből megadjuk neki az esélyt, hogy kijöjjön a nagy. Nézzük. Tehát 7,5 millió coin helyett. Mindegy. 3/4 millió coin. Amúgy ma szilvereket adja. Rodrigo. Uh-huh. Na ez nagy. Griezmann 85. Az már valami. Az már valami. Meg ez a Rodrigo. Nem tudom, ez fejlődő lapok lennének. Mert ott, ha látjátok, akkor Rodrigónál is ott van egy felfele mutató nyíl az értékelése fölött, ami lehet arra utal, hogy ez egy fejlődő lap lesz valamikor. Na de, akkor nézzük is meg, hogy így mit tudunk okoskodni a kerettel, hiszen azért nyitottunk ezt azt. Na de nektek megköszönöm a figyelmet, elbúcsúznék tőletek ezzel a videóval, remélem tetszett amúgy, lesz rá igény, nézitek is majd. Itt van jelenleg a team, majd a Fabinho-t még most cseréljük ki azonnal, meg még a Salah az biztos fog jönni. Szóval alakulunk, gyerekek, egy lájkkal jelezzetek, ha játszottok ti is a játékkal, akkor kommentben írjátok, hogy milyen teametek van, esetleg kit ajátok, bár nem nagyon tudok jobbakat. Tényleg csak egy-két ratinggel tudunk már jobbakat tenni a pályára oda nekünk. És az előző videót, ha megnézitek, és ti is szeretnétek játszani a játékkal, akkor az első részt nézzétek meg, annak a leírását, hiszen van egy srác, aki megmutatta, hogy Magyarországról hogy tudjátok letölteni a játékot, hiszen nem elérhető. Ha tetszett a videó, akkor pacsi, tedd meg a like gombra a ráfejelést, a feliratkozást, meg mindent, azt se tudom mit beszélek, de mondom. Kövi videóban találkozunk, ami biztos nem EFC Mobile lesz, de... valami fog majd jönni. Pacsi, sziasztok!